Azt gondolom, ami régiben marad, azt arra talán a legkönnyebb válaszolni, tehát az eredményességnek a szintje, amit elértünk, illetve az utánpótlás nevelésbe fektetett munka. Ezen kívül én azt szeretném, hogy minden egyéb megváltozzon. Tehát 3 év, ez egy középtáv, de ezen belül szükséges rövidtávú és középtávú célokat meghatározni. Nagyon sok eleme van ennek az egyesület működésének. Most ebből kettőt emelnék ki, nyilván a felnőtt csapat és az utánpótlás. A felnőtt csapat tekintetében azt hiszem, hogy nagyon nagy lehetőség előtt állunk, hiszen nagyon erős kerettel kezdjük meg a felkészülést. Mindenféleképpen a legmagasabb célokra törünk nemzetközi szinten. Azt gondolom, hogy hazai szinten ez egyértelmű. Az utánpótlásban pedig a szeptembertől induló Győri Eto KC Akadémia egy új távlatot nyithat az egyesület utánpótlás nevelésében. Az elnökségen belül hogyan lesznek leosztva majd a feladatok? Ez kialakul, én azt hiszem. Nyilván ahogy a kollégák bekerültek az elnökségbe, az valamennyire determinálja azt, hogy mi fog történni. Nyilván az Audi részéről pénzügyi támogatás és a pénzügyi terület képviselete lesz erősebb, a város részéről az aljegyző úron keresztül a jogi területé, a szakma minden eddiginél erősebben van képviseltetve az elnökségbe, Pálinger Katin, illetve Róth Kálmánon keresztül. Én azt hiszem, hogy ez szintén egy új elem, és erre az új elemre lehet építeni. Elnök úr, minden meccsen itt lesz? Természetesen, nem csak itt, hanem ha a csapat idegenben játszik, legyen az külföld vagy hazai bajnokság, ott a helyem, hiszen ebből tud az ember a legtöbb információt szerezni arra vonatkozóan, hogy mi az, amiben tenni kell tovább.